Rendkívüli ülést tartott a Szekszárdi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, ugyanis a napokban megjelent energetikai kormányrendelet lehetővé teszi az önkormányzatoknak, egyházaknak és költségvetési szerveknek az általuk fizetett gázár fixálását. A lehetőség nagy segítséget jelenthet a Tolnai Vármegye székhelynek is, hiszen az utóbbi hónapokban a település nem tudott hosszú távú, garantált összegű szerződést kötni a szolgáltatókkal. Mivel a tavaly olyan mozgások voltak a gázárban, hogy semmelyik kereskedő nem mert fixárat vállalni, ezért az a gyakorlat került elfogadásra, hogy utólag az index, tehát a tőzsdei árnak a változásával együtt utólag kerül kiszámlázásra az összeg a tőzsdei áraknak a figyelembevételével. Ez a kormányzati döntés lehetőséget teremtett arra, hogy most március 1-ével fix áron tudjuk vásárolni a gázt, egy január 30-ai tőzsdei árnak az alapján. Mindez hordoz magában kockázatot, hiszen ha az árak csökkennek, a fix díj akkor sem változik. Ellentétes esetben azonban plusz bevételt jelenthet a költségvetésben. Az ajánlat egyébként már szinte a fűtési szezon végére vonatkozik, a március 1-től szeptember 30-áig tartó időszakra, illetve a jelenlegi egységárak egyébként az orosz-ukrán háború kitörése előtti szinten vannak. Különböző döntések születtek abban a tekintetben is, hogy az önkormányzati intézményei kevesebb gázt használjanak, tehát a tavalyi számok sem mértékadóak, hogy milyen megtakarítás, illetve milyen kockázatot rejt ez a döntés, mert nem látjuk még. Tehát ez egy rendkívüli év volt, rendkívüli árakkal és rendkívüli döntésekkel, tehát nem igazán tudjuk azt még előre modellezni, hogy mi fog történni. Egy biztos, hogy eddig jelentős csökkenést ért el a gázfogyasztás tekintetében az önkormányzat, amennyiben a közgyűlés elfogadja a bizottság döntését. Az intézkedés 21 létesítményt érint majd a Tolnai Vármegye székhelyen.